tartszát bekerül, mert ma már elég meleg van napkeje. Már kora reggel gyerek zsivajra lehettek figyelmesek a Sóstói stadion környékén járók szerdán, ugyanis az idei esztendőben is megszervezte hagyományos nyári táborát a Videóton Baráti Kör Egyesület. Ahogy ezt a korábbi években már megszokhatták a táborozók, a szervezők most is színes programokkal várták őket. Juhász László, az egyesület alapítója szerint ebben a táborban nem csak a futballtudásukat fejlesztik a fiatalok. Odafigyelünk a gyerekeknek a nevelésére abban a tekintetben is, hogy a vidi szívet is neveljük bele egyrészt, másrészt a részről a lokálpatrióta szemléletet, és ugye a foci a főszerep, és eznek a helyszín sem utolsó, hiszen azért itt vagyunk a Sóstai stadionban, azt gondolom a fehérvári foci szeretőknek ez mindenképp egy ikonikus helyszín, és a táborunkban azért jelentkeznek nem csak a baráti kör gyermekei, hanem vannak olyanok is, akik még nincsenek leigazolva, mint focizni valahova, de vannak akár Maroshelyről, Főnixből, vagy a Nagyvidiből is nálunk táborozók. A VBKE csak nem egy évtizede indította el táborát, és már a kezdetektől fogva nagy érdeklődés mutatkozott a futballozni vágyó gyermekek körében. Az idei évben 4 turnust is el tudtak indítani a szervezők. A táborozók szerint nagyon jó társaság jött össze. Zsihovszki Károly Dávid azon túl, hogy remek cseleket tanulhat itt, ezért is jelentkezett idén is. Nagyon jó a közösség, kedvesek, jó barátok vannak itt. A programok, az is jó. Kelemen Kristóf is második alkalommal vesz részt a VBKE táborában. Azt mondja, olyan jól érzi itt magát, hogy minden bizonnyal jövőre is jönni fog. Nagyon jó a közösség, jó barátok vannak, lehet velük beszélgetni minden. Még lesz 2 napunk a táborból, egyszer megyünk a új csarnokba, a jégcsarnokba, meg megyünk a strandra is. Igazából nagyon jók a programok, jól meg van szervezve. A táboroztató felnőttek között található játékos megfigyelő, masszőr, edző és kapus edző is. Így a fiatalok a foci világának széles palettájával ismerkedhetnek meg.